hős hódítók a vikingek leszármazottaira, és azon belül is talán leginkább a svédekre igaz, hogy termékeik stílusosak, megfizethetőek és jó minőségűek. Nem hiába lett például ugye a Bútor cég is világhírű. A Volvo XC40-es is stílusos, minőségi, igaz már nem annyira megfizethető, de azért jót tett a svéd márkának, hogy a kínai Geely felvásárolta, hiszen van pénz ilyen remek termékeket fejleszteni. Erről tanúskodik ugye a 2018-as évautója díj is. A Volvo legkisebb crossoverének a megjelenésekor nem akarta csak simán összepréselni az XC60-at vagy a 90-et, és így megérkezni a legapróbb SUV-jukkal, inkább egy új autót akartak alkotni. Ezért az egyik tervező, Jan Kettle el is mesélte, hogy a tervezéskor a sci-fi filmek és a modern szórakoztató elektronikai cuccok ihlették az általa csak vagány kis robotnak nevezett XC40-eset. A Volvo szakított a látszólagos hagyományával, miszerint inkább idősebb korosztálynak és komoly autókat épít, ez ugyanis kifejezetten városi, trendi, modern fiataloknak szánt kis autó lett. A kicsivel több mint 4,4 méter hosszú és 1,6 tonnás autó a Volvo legújabb CMA padlólemezére épült, és a jövőben a kis kompakt autóik erre fognak majd épülni. Több csomagban is kérhetjük, ez konkrétan egy R-dizájnos XC40-es, amely a sok fényes feketében és a chrome design elemben nyilvánul meg. Jelen esetben ugye az Air Design jóvoltából egy kicsivel feszesebb futóművet kaptunk, ami alapvetően nem változtat az autó hasmagasságán, kifejezetten jól irányítható ez a kis kompakt jármű, főleg ezzel a igazán vaskos és jófogású kormánykerékkel. Városban is kifejezetten agilis, könnyű vele parkolni, kicsi a fordulóköre, és a karosszéria merevsége, tényleg minden arra utal, hogy ez egy igazán jól összerakott autó, ezáltal a menetkomfort is kiváló. Azért természetesen a kötelező Volvo-s dizájnjegyek azért itt is fellelhetőek, például a tor kalapácsára emlékeztető nappali ledes menetfény, a hatalmas hűtőmaszka, maszkulin Volvo jel, és a szabadidő autóra jellemző elemek is azért megtalálhatóak rajta. Vonalvezetésében itt egy kicsit megtörték ezzel a beíveléssel, de ez mindenképpen jól áll a hatalmas ajtóknak, ami kellőképpen mélyen nyílnak, ennek köszönhetően viszont nagyon kényelmes a beszállás is. A sorozatra jellemzően itt is a céloszlopra integrálták a bumeráng alakú hátsó lámpák nagy részét, ettől a csomagtartó fedél egy kicsit talán üresnek tűnik, mögötte pedig a kategórián belül inkább az alsó határ csúroló 460 literes csomagtartó bújik meg. Kétféle dízelmotor és háromféle benzinest kínál a Volvo az XC40 esetében. Egyedül csak a legkisebb benzinmotor, a T3-as az, ami háromhengeres és turbós, a többi az mind négyhengeres turbós erőforrás. Az öngyulladós motor járása azt gondolom, hogy kifejezetten kultúrátra sikerült. Nem igazán szűrődik be ez a kellemetlen dízeles hang az utastérbe. Ez a jármű 190 lóerőt és 400 Nm maximális nyomatékot biztosít. Nyilván azért a T5-ös benzinesnek valamivel finomabb lehet a járása, meg hát ugye az már 200 lóerő fölött is teljesít, úgyhogy azzal igazán sportosan is lehetne közlekedni. A mai modern automata váltókhoz hűen ez az egység is igazából észrevétlenül teszi a dolgát, és autópályán 130-nál nem forog 2000-nél többet, úgyhogy ott lehet igazából gazdaságosan használni ezt a fajta dízelmotort. Azonban, hogyha a fogyasztást tekintjük, ugye a gyári adatok szokás szerint ugye kisebb dízelek esetében 5-6 literről regélnek, de hát a valóság az inkább a 8 liter felé közelít. Ami érdekes, hiszen nem is olyan rég általunk tesztelt Volkswagen Touareg a maga 2 tonnás összkerekes V6-os 3 literes dízelmotorjával is ugyanezt az értéket tudta. Külső méreteihez képest bent tágas és kényelmes hely fogad minket, akár 4 személynek is, és kultúrát, ízléses, megvan a prémium érzésem az autóban.
A központi kijelzőnk egy picit kisebb és a megszokotthoz képest állítva helyezkedik el, viszont nem lóg túl külön itt a műszerfalnál, úgyhogy egész jól integrálták, 9 colos és kifejezetten szép egyébként a kamera képe. A kormány mögött a 12 colos digitális TFT műszeregység helyezkedik el, amiről minden fontosabb adatot le tudunk olvasni, illetve a Drive Assist szolgáltatásokat is ott tudjuk állítani. Nagyon sok a praktikus tárolórekesz, itt például középen van egy hatalmas nagy tárolónk, ami akár a vezeték nélküli töltést is magában tudja hordozni a telefonunkra. Ami kicsit furcsa, hogy itt oldalt a padlószőnyegből is jutott az ajtókárpitokra. Szépnek nem mondanám, viszont az biztos, hogy ez nem kopik ki. És hogy mennyire városias, okos életmódra tervezték az autót. Ugye egy SIM-kártyának köszönhetően már is van internet kapcsolata az autónak, egyrészt akkor tudunk wifi-t használni a kocsiban, és működik a Volvo OnCall szolgáltatás, amivel akár meg is oszthatjuk az autónkat kulcs nélkül a világ bármely pontjáról a barátunkkal, hiszen hozzáférést engedhetünk neki. A Volvo újdonságához 47 vezetési és biztonsági segéd már alapáron jár. Az egyik legizgalmasabb a parkolási segéd. Berakom D-be, elindulok, kiraktam az irányjelzőt, ugye ide szeretnék parkolni. Aztán majd az autó jelez elvileg, hogyha talált magának helyet. Igen, megállok. Kapcsoljam hátra menetbe, azt mondja. Oké, leengedem a fékpedálról a lábamat. Ja, igen, nem is kell hozzányúlnom, és akkor magától ő ügyesen beteszi ide a bajor képviselő mellé. Igen, előre menetbe rakom. Nem csalok, nem ámítok. Oké, visszalakom R-be, és gyönyörűen beparkolunk ide a másik autó mellé, nekem semmit nem kellett csinálnom. Az XC40 a Volvo valódi kis ékszerdoboza, de nem csak stílusos külsejével, dekoratív és praktikus belsejével kívánja felvenni a harcot a német prémiumok ellen, hiszen önvezetés és biztonság terén is kimagaslót képes nyújtani. Bizony, el is várjuk ugye a svédektől ezt. És hozzáteszem, a kompakt SUV kategóriában talán az egyik legjobb darabról van szó, legalábbis szerintem. Viszont nem a legolcsóbb, ugyanis a T3-as benzinmotorral is 8,5 millióról indul az alapár, és a jelenlegi D4-es dízel szinte mindennel felszerelve már 13,5 millió forintba kerül. Köszönjük, hogy velünk tartottatok, kövessetek minket Facebookon, Instagramon, és ne felejtsetek el feliratkozni YouTube csatornánkra sem. Sziasztok! Sziasztok!